Nagy visszatérés, augusztus óta először tudták kezdeni ismét tétmeccsen a Fradiban. Mesélj, légy szíves, milyen érzés volt? Hát az, hogy nagy visszatérés, az túlzás, mert azt gondolom, hogy ha egy kicsivel jobb lett volna a játékunk, és végig tudunk dominálni, akkor azt mondom, hogy ez egy tökéletes visszatérés volt olyan téren, hogy azért 4 hónapot hagytam ki. Ez volt az első mérkőzés, mikor kezdeni tudtam. Hála Istennek végig tudtam játszani a mérkőzés, és most már minden egyes fájdalom, ami volt, az a múlté. De nehéz volt azért ez a 4 hónap? Hát nagyon nehéz volt, főleg ez az utolsó 3 hét. Ugye én azt, amikor kispadon vagyok, azt nagyon nehezen viselem, de nyilván próbálok ezzel ellen tenni, és bízom benne, hogy a továbbiakban több lehetőséget fogok majd kapni. Ugye 2-0-ra nyertetek a Kisvárda ellen, ezzel nagy lépést tettetek a továbbítás felé, de akkor, ha jól vettem ki a szavaidból, nem vagy maradéktalanul elégedett a játékotokkal? Nem, hiszen az első fél időben eléggé össze-vissza voltunk, nem tudtunk letámadni, nem tudtuk azt játszani, amit elterveztünk és akartunk. Hála Istennek a második fél időre egy kicsit össze tudtuk kapni a játékunkat, és ugye meg tudtuk szeretni ezt a 2 gólos vezetést. Mi lehetett az oka ennek, hogy az első fél időben nem sikerült? Hát ezt nagyon nehéz megmondani. Nyilván majd holnap valószínűleg visszanézzük ezt a mérkőzést, akkor okosabbak leszünk. És az mennyire nehéz, hogy annak ellenére, hogy nyertetek a meccs alatt, a szurkolók is többször kifejezték úgymond a nem tetszésüket? Hát valamilyen szinten érthető volt, hiszen nem játszottunk valami szépen, viszont hála Istennek megvan a vezetés, és menni kell, tovább csinálnunk kell. Mennyire fontos egyébként a kupa számotokra? Hát ugyanolyan fontos, mint a bajnokság.